A zenekar egy nem csak gyerekeknek szóló táborral és családi nappal, valamint egy esti koncerttel készült a hétvégén szülővárosokban, Békésen. Kima Norbert, az együttes vezetője, a programok sokszínűségéről beszélt stábunknak. Itt dél környékén most még egy kicsit kevesebben vagyunk a Keleténél, már reggel volt egy nagyobb hullám, most egy kicsit ilyen ebédszünetes hangulat van, de nagyon jó hangulat, mert mindenki itt keresgéli a programokat, és megtalál mindenki valami magáinak valót, illetve a kis színpadon egyébként most indult még el jobban így tényleg a programok. Most pont egy betyáruha bemutató volt az előbb, illetve most ostorra próbálkoznak itt a jelentkezők csattogtatni karikása, és azután fog még jönni egy dobtanítás, egy ilyen dobelőadás, amit én fogok tartani. Az is tavaly nagyon sikeres volt. Utána lesz még citera bemutató népdalokkal, népzenével, tehát a kis színpadi programok mennek most folyamatosan igazából, mielőtt majd ugye az este eljön, és akkor át fogunk térni a nagy színpadra. A gyerekek nagyon élvezték a kézműves játékokat és népi bemutatókat, a bátrabbak pedig kipróbálhatták a karikásos tort is. A felnőttek is találhattak maguknak elfoglaltságot, amíg az esti nagy koncertre vártak. Persze mindig a kiteljesedés ennek a rendezvénynek az esti nagy koncertek nyilvánvaló, mert addigra már a tábor azért elég jól megtelik, és nyilván az akkor átveszi már a hangulatát, egy ilyen más hangulata van már este fele nyilván a rendezvénynek, mert akkor már egy ilyen rock koncert előtt nyilván már azért megjelennek azok a rajongók, akik már igazából mondjuk ostort nem feltétlenül jönnek ki csattogtatni, de már arra a koncertekre természetesen kiérkeznek. Akik inkább egy kis hűsölésre vagy fürdőzésre vágytak, azoknak is adottak voltak a körülmények. Az esemény idén is sok érdeklődőt vonzott, így jövőre is számíthatunk a Palmetta Fesztiválra.